Na, hellóztok, fiúkák! Gondoltam, csinálok egy kis videót. Olvasgattam egy pár helyen, kérdezgették emberek, hogy mit lehet kezdeni azzal, amikor egy műanyag házból ugye kijön a lapfelfogató tőcsavar. Aztán, most ez pont így kapóra jött. Ugyanis vannak, és lehet kapni javító méretű emelt átmérővel rendelkező tőcsavart. Majd így. Ugye a gyári. Hol van már egy. Ez is jó. A gyári az ugye 8 mm. 8 mm-es, ez meg 9-től egy picivel erősebb, olyan 9,2 mm. Aztán igazából csak be kell hajtani a házba, nem kell menetet fúrni, meg vágni, meg ez a hülyeség. Önmetsző csavarról van szó. Annyit csinálok neki, hogy kizsírtalanítom egy picit. Aztán rakok rá egy kis csavarrögzítőt, ez ugye segíti behajtani is. Könnyebben be lehet hajtani vele. De belekapatjuk, ha bírom. Aztán van hozzá ilyen. És hát nem ehhez, hanem kapható ilyen tőcsavar. Behajtó. Amibe ilyen szabadon futó szerűség van. Most átugrott. Kicsit rá kell tartani. Mihelyest vissza fele megindul ez a kulcs. Rögtön kiold benne. Na. És kb. Ennyi. Még annyit csináltam, még ráhúztam egy kicsit, mert észrevettem, hogy kilógott még az a perem. Azzal még itt kiírtam a cikkszámot. Ezen a cikkszámon kereshető rá, túlméretes tőcsavar, ez a neve. És nem kell gépházat cserélni. Így egyszerűen javítható. Remélem tudtam segíteni. Megrakunk egy jó csillagkereket is. Aztán megint lehet szaggatni kifele, de utána már valószínű, hogy gépház csinál lesz. Hát ne legyen olyan erős az ember. Na legyetek jók, megyek, mert dolgozni kell. Sziasztok!